A római katolicizmus történetében most először egyszerre két pápát avattak szenté a Vatikánban, 23. Jánost és 2. János Pált. A Szent Péter téren több mint 500 000 ember vett részt a szertartáson. Jelen volt Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is, Orbán Viktor miniszterelnök pedig magánemberként vett részt a ceremónián. Már hajnalban ezrek indultak a vatikáni Szent Péter térre, hogy minél jobb helyet foglaljanak el a két 20. századi pápa szenté avatásán. Sőt, sokan ott aludtak. Délelőtt aztán már több mint 500 000 zarándokkal telt meg a tér. A szervezők nem mindig voltak a helyzet magaslatán. Nem tudják jól kezelni a helyzetet, az emberek csak tolnak, nem lehet megállítani őket, de azért nem olyan rossz, mondta egy lengyel hívő. A szemerkélő esőben tartott ceremónián megjelent 16. Benedek nyugalmazott pápa is. A világ számos országának a vezetői is jelen voltak, köztük Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. Ferenc pápa előbb köszöntötte közvetlen elődjét, majd szenté nyilvánította két másik elődjét, 23. Jánost és 2. János Pált. Most először kanonizáltak két pápát egyszerre. A jelenlegi egyházfő szerint a két új szent bátor ember volt. 20. századi papok, püspökök, majd pápák voltak, akik tragikus eseményeken mentek keresztül, amelyek azonban nem győzték le őket, mondta a pápa. Bár a szenti avatás nem Ferenc pápáról szólt, ő sem kevésbé népszerű a római katolikus hívek körében, erről tanúskodott a jelenlegi egyházfő távozása a Szent Péter térről. A szakértők szerint a ceremónia során Ferenc pápa ismét meglepte a világot. A saját programját hangsúlyozta, amikor a két szenté avatott pápáról beszélt, Isten irgalmasságát, az alapokhoz történő visszatérést, a reformot és a család fontosságát, mondta egy vatikáni tudósító. A ceremónia után a hívők 23. János és 2. János pásírjához járulhattak a Szent Péter Bazilika altemplomában. A katolikus egyházfő pedig fogadta a külföldi delegációk vezetőit, köztük Áder Jánost.